Juhász Péter könyvtár két munkatársával ülök szemben. Előttem Bécsiné Kléri Ágota, a Mélius helytörténeti részlegének munkatársa, és Új Judit, a Mélius könyvtár programszervezője. Az első kérdésem az lenne a helytörténeti gyűjtemény kapcsán, ami most nyert meg a Józsai Közösségi Házban, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Ezt úgy értem, hogy megvolt előbb a helytörténeti gyűjtemény a Mélius könyvtárban, és utána jött az ötlet, hogy ezt be kellene mutatni a nagy közönség számára, vagy először jött az ötlet, és ehhez gyűjtötték utána az anyagot. Először volt egy pályázat. A TOP 692-es pályázat keretében a helyi közösségfejlesztés Debrecen Józsaváros részen pályázat keretein belül valósult meg ez a program. Ennek a pályázatnak a fő célkitűzése a helyi identitás és kohézió erősítése. És úgy gondolták a pályázatírók, hogy egy ilyen közösségi kiállítás, mint ez a mostani helytörténeti kiállítás, kiválóan alkalmas arra, hogy összehozza a közösséget, megerősítse a közösséget, és erősítse a helyi identitástudatot. Tehát ez volt előbb a pályázat, és aztán a felhívást intéztünk a lakosokhoz, hogy segítsenek nekünk, hogy tényleg igazi közösségi kiállítás legyen, és küldjenek számunkra fotókat, dokumentumokat a városrészek történetéről. És aztán Ágota elkezdte a munkát, és akkor innen átadom Ágotának a szót. Tehát a városrészek történetét, de a közösségek szempontjából kerestük meg az anyagokat hozzá. Tehát a helytörténeti gyűjtemény nagyon gazdag fotókkal, cikkekkel, apró nyomtatványokkal és természetesen könyvekkel is rendelkezik a városrészek történetével kapcsolatosan. Tehát ezeket a saját gyűjteményünkből is összeszedtük, illetve amit kaptunk a lakosoktól, azt is beleillesztettük. De hangsúlyozom, hogy közösségi szempontból, tehát nem csak a település történetét mutatjuk be, hanem a település részek közösségeinek történetét is szeretnénk minél közelebb hozni. És ezért is fontos, hogy a lakosok bármilyen dokumentumot nem csak fényképekben kell gondolkozniuk, hanem akár ballagási meghívó, akár tárgyak is lehetnek ezek. Bármit örömmel fogadunk ezen túl is. Az anyagok gyűjtésében részt vettek-e a helyi közösségek, a történelmi egyházak, oktatási intézmények, civil szervezetek? Igen, hát a közösségi ház munkatársai is segítettek. A Szent György templomnak a plébánosától hát videófelvételeket kaptunk. Fotókat is. Fotókat is természetesen.
És a könyvtár kereste meg őket, vagy ők jelentkeztek? És nyilván, nyilván első alkalommal, amikor elkezdünk egy ilyen kiállítást szervezni, vagy az anyagot gyűjteni, akkor még nem is mindenki tudja, mint ahogy Ágota mondta, hogy nem is tudják az emberek, hogy mire kell itt gondolni. Ó, neki nincs olyan fotója, ami érdekes lehet más emberek számára. De aztán, amikor elkezdődik az anyaggyűjtés, és akkor beszélünk emberekkel, ugye megszólítják őket a helytörténeti részlegbe, vagy személyesen a közösségi házba, hogy bármire is lehet gondolni a történet, a tegnapi nap is története a városrésznek, tehát hogy ez nem annyi, hogy nem csak a 13. századról beszélünk, hanem a mindennapjainkról is beszélünk, tehát a közösségek történetéről, a családoknak a történetéről, akik itt élnek. Tehát, hogy bármire lehet gondolni, és akkor tényleg, neki is van ilyen. És ilyen felismerések, egy-egy ilyen kiállításon felismeréseket látjuk az emberek szemén, hogy hú, tényleg, hazamegy, és akkor emlékszik még, hogy még neki is van arról, még az iskolába járt, ebbe az iskolába, és az osztályfőnökéről, meg az osztályról, meg az iskoláról vannak, meg az osztálytársairól, és hogy ez is hozzátartozik a település történetéhez, és ez erősíti őket abban, hogy tényleg én józsai vagyok, és milyen jó Józsán élni. Úgyhogy mi most reméljük, hogy kapunk még több anyagot, mert nyilván, amikor valami elindul, akkor kicsit kevesebb még az anyag, több a helytörténeti részlegből kiválogatott anyag, de aztán a következő, ezt ismételni fogjuk jövőre ezt a kiállítást, és reméljük, hogy jövőre már csak olyan fotókat teszünk ki, amiket itt a józsai lakosok adnak nekünk. És mekkora időszakot ölel fel? Ez a kezdetektől, tehát ahogy most a kiállítás megnyitóban is elhangzott Józsa története a szarmatakortól kezdve, amit természetesen mi így a paravánokon nehezen tudunk bemutatni ennyire részletesen, viszont próbáltam virtuális kiállítás formájában is ezt megjeleníteni, egyrészt a járvány miatt erre volt szükségünk, és ott a virtuális térben egész tanulmányokat is el lehet olvasni, ha valakinek van több ideje, akkor részletekbe menőkig vissza tud menni Józsa történetében. Hány évet ölel fel ez a kiállítás Józsa történetéből? Hát szinte napjainkig, mert például a közösségi ház rendezvényei a közeli időkig bemutatjuk. És ezt a virtuális helytörténeti kiállítást a Mérius Juhász Péter könyvtár honlapján, a merius.hu-n lehet elérni. Az ugyanez a címe, Szent György pusztától Józsáig. Köszönjük szépen a beszélgetést, és azt üzenjük innen a józsaiaknak, hogy továbbra is folyik a gyűjtés, akinek vannak helytörténeti anyagai, érdekességei, bármikor behozhatják a könyvtárba.